Szinte biztossá vált, hogy a régóta tervezett Allende utcai orvosi rendelő nem épül meg Szekszárdon. A témáról most tárgyalta a Tolnai megyeszékely gazdasági bizottsága. Az éjjel Szekszárd két tagja, Bomba Gábor és Rácz Zoltán, valamint a fideszes Gréci Félegyházi Gyöngyvér úgy szavaztak, hogy a projekt helyett a Vörösmarty utcai épületet újítsa fel a város. Mindkét beruházás uniós pályázatból valósulna meg. Az ellenzők szerint a korábbi tervek kivitelezésére már nincs elég idő, ezért döntöttek az építés helyett a felújítás mellett. Az eredeti elképzelést Szegedi Attila és Posta Zoltán támogatta továbbra is. Szerintük semmi garancia nincs arra, hogy a munkával megbízni tervezett Szekszárdi távfőszolgáltató NKFT valóban felkészült egy ilyen beruházás kivitelezésére. Nem arról van szó, hogy ez az épület az nem szorul felújításra, arról van szó, hogy itt egy zöldmezős beruházás kapott több mint 4 évvel ezelőtt nagyon komoly állami támogatást, és sikerült a pályázati időszaknak a végéhez érnünk, tehát nagyon-nagyon sok probléma és hiba történt az elmúlt időszakban. Posta Zoltán szerint az is aggodalomra ad okot, hogy az Éjjel-Szekszárd korábban megakadályozta, hogy az eredetileg tervezett helyszínen a Szabó-Dezső utcában épüljön meg az új orvosi rendelő. Emiatt pedig a város perben áll annak a projektnek a kivitelezőjével, aminek az eredménye az is lehet, hogy Szekszárdnak súlyos összeget kell majd kifizetnie a vállalkozó részére. Zaják Rita, az Allende utcai helyszínért felelős polgármesteri megbízott, a bizottság ülése után azt mondta, csalódott a döntés miatt. Szerinte ezzel így több ezer szekszárdinak kell lemondani az új rendelőről. Én azt kértem, hogy halasszuk el ezt a projektet, és az erre szánt, az erre meglévő forrás pedig fordítsuk folyamatban lévő, de forrás hiányos projektekre. Hogy a Vörösmarty utcai orvosi rendelő felújítása mikor kezdődhet el, azt egyelőre nem lehet tudni.